Két nappal a Baján megrendezett VKL-VBL világbajnokságot követően talán még sajgó testrészekkel és fáradt izmokkal, de újult erővel végzik az edzésmunkát a Báthori Gym tagjai, akik történelmi tettet hajtottak végre az említett világversenyen. Girdán Miklós 22 fős versenyzői csapata a 14 országot képviselő 65 egyesület közül a legeredményesebbnek bizonyult a megszerzett 16 arany, 11 ezüst és 4 bronzérmének köszönhetően. Tavaly itt Európa-bajnokság volt Baján, most idehoztak nekünk egy világbajnokságot, ez azért is jó, mert mind költségben, mind utaztatásban, hogy ez nekünk egyszerűbb dolog, így is azért eléggé megterhelt az egyesületnek a pénztárcát, de azért jó, sokkal kevesebb volt, mint hogyha itt ki kellene mennünk külföldre. Ugye ez abból látszik, hogy tavaly egy-egy embert tudtunk kijutatni Milánóba, most én ugye 23 embert neveztem, de aztán úgy alakult, hogy egy embert vissza kellett léptetni betegség miatt, tehát 22 ember tudtam elindítani ezen a világbajnokságon, és végülis 16 aranyérmet, 11 ezüstöt és 4 bronzérmet hoztunk. Azt még el kell, hogy mondjam, hogy ugye ez püspökladány, ennek nagyon nagy része püspök, tehát a 16 darab aranyérem, ugye, és ugye a bajnoki öveg, mert ugye a ringben még bajnoki öveget is adtak hozzá 8-at, tehát a 16 darab aranyérem, ez mind püspökladányi versenyzői, és az ezüstérmeknek és a bronzérmeknek is nagy része, tehát ugye a két hajdúszoboszlói ezüstérem volt benne, és egy debrecen kisrázó, ő itt edz egyébként nálunk, ő hozott még szintén ezüstérmet. Tehát a magyarok 82 aranyat szereztek összesen, és ugye a Báthori Gym, mondhatom azt ezek után sima, hogy a püspökladányi szakosztálya világelső lett. Tehát mi hoztuk éremtáblázat alapján, mi nyertük meg a csapatversenyt. Tehát mi hoztuk nem a magyarok közül, hanem az összes csapat közül, mi végeztünk az élen. Az említett 14 ország közül egyébként a legtöbb egyesület a szomszédos országokból érkezett, de például Anglia, Franciaország vagy Lengyelország is jó pár csapattal nevezett. No és olyan távoli országokból is jöttek versenyzők, mint Egyiptom vagy a még távolabbi Dominikai Köztársaság. És mivel ez volt az első olyan világbajnokság, ahol ilyen népes csapattal tudott versenybe szállni a Báthori Gym, így ezt az eredményt egyértelműen kiugró sikerként kell elkönyvelni. Nyilván kiugró siker, én inkább azt mondanám erre, hogy egyenletes siker, mert ugye aki valamennyire szemmel kíséri a mozgásunkat, az látja, hogy egyenletesen felívelő sikerek ezek. De hogy mit jelent nekünk, én mindig azt mondom, a mindent. Tehát ugye ezért dolgozunk mi is, a gyerekek is, a szülők, a háttér. Ugye most edzés elején ugye én ilyenkor mindig kihirdetem, vagy mindig elmondom, megtapsoljuk ugye a győzteseket, és mindig megköszönjük ugyanúgy a háttérnek, és azoknak is, akik csak hobbistaként járnak edzésre, mert azok is hozzáadnak a sikeréhez a versenyzőknek. Úgyhogy ez nyilván nekünk mindent jelent. Tovább előre, mindig azt mondom egy siker után, hogy ezt azért nehéz lesz megüberélni, eddig még sikerült, úgyhogy azon vagyunk, hogy a továbbiakban még nagyobb sikereket tudjunk felhalmozni. A 16 arany, a 11 ezüst és a 4 bronzérem mindennél beszédesebb, mint ahogy az éremtáblázaton elfoglalt első helyezés is. Ehhez mind a 22 bátor is versenyző hozzátette a magáit, ám akadtak olyanok, akik kiemelkedőt nyújtottak. Azokat az embereket fogunk kiemelni nyilván, akik dupláztak vagy tripláztak, és ebből is azokat az embereket, akik ringbe mentek, és ebben nem egy olyan ember volt, aki először lépett ringbe adott szabályrendszerbe. Tehát például van egy szeniorunk, a Vadász László, ő tatamin egyik kategóriába ezüstérmes lett, a másik kategóriába pedig ugye világbajnok övvel jött haza, és még emellett ugye ott kapott egy felkérést egy világbajnoki mérkőzésért nehéz súlyban, ugyanis az ellenfelének ugye lesérült, nem tudták lejátszani egy másik kategóriába, nem tudták lejátszani ezt a világbajnoki döntőt, úgyhogy miután Laci, simán elmondhatom, hogy 100 sebből vérzett, lezuhanzott, akkor kerestek meg minket, és akkor vállaltuk be, és hatalmas szívvel ment előre, és megnyerte még a ringes mérkőzést, tehát onnan is elhozta a világbajnoki övet. De említhetem a Varga Anasztáziát, ők ugye freeboxba ügyes volt, nagyon ugye elsőnek volt, ugye nincs láb, csak kéz, mondhatom a Garabuszi Melisszát, a Karacsannát, ugye
a Zagyva Szabolcs, tehát ezek azok az emberek, akik ugye ilyen freebox szabályrendszerben még soha nem bunyóztak. Tehát az Zagyva Szabolcs is három kategóriába ment, a Karacsanna két kategóriába ment, úgyhogy a Varga Anasztázia szintén, tehát Melissa is szintén, tehát ezek az emberek dupláztak, és ugye mindig azt mondjuk, hogy nem teszünk különbséget ring meg tatami köz, de olyan téren mégis van különbség, hogy az a ringben sokkal nagyobb a sérülésveszély, ugye ott fájdalmak vannak, sokkal nagyobb fájdalmak vannak, amit hogyha az elején elkap, akkor is végig kell harcolnia, és akkor is végig kell csinálni azért, hogy megnyerje. Mert ugye mindig azt mondom, hogy nem feltétlen az számít nekem, vagy nem feltétlen azért vagyok, hogy nyilván örülök neki, hogy elsők legyenek, meg azért dolgoznak, de mindig azt mondom, hogy úgy harcoljon, hogy ő akar nyerni. Ha ez nem jön össze az ellenfél jobb, akkor az egy jobb harcos, tehát van, ami már nem tudunk mit tenni. Ennél sikeresebb világbajnokságot elképzelni sem lehetett előre, ám nincs megállás, jön a többi erőpróba. Az viszont tény, hogy az év legfontosabb eseménye kétségtelenül ez a bajai világbajnokság volt a Báthory Gym számára. Igen, én úgy gondolom, hogy ez volt a legfontosabb verseny. Ugye vannak még előttünk versenyek, meg most sorban még mindig, tehát ugye most... Tehát Gyulán például lesz június 7-én egy gálánk, ahol a több ember is, például Vadász Laci is ringbe fog bunyózni, tehát lesznek jó néhányan. Most ugye 25-én lesz egy vakó magyar bajnokság, ahol ugye nekünk van egy vakós tagunk, a Szilágyi Viktória, és ugye mindig elmondom, hogy a Szilágyi Viktóriát nem én viszem a vakó versenyekre, de azért mégiscsak hozzánk tartozik, és én is ott vagyok ugyanúgy vele a versenyen, úgyhogy ugye Vikinek lesz ez a vakós versenye, őt ugye a Novák Jenő edzés, Novák Jenő szokta kísérni, de egymás mellett ott szoktunk lenni a ringben. Mondom, lesz ez a Gyulai Gála. Én június 1-én csinálok egy a sporttal a drog ellen, ez egy ilyen világkezdeményezés, minden az egész világon ugyanazon a napon lesznek ilyen sparringok, meg küzdelmek, úgyhogy én csinálok egy nagy sparringot, ahol elvárok egy olyan 15 klubot, vagy 150 versenyzőt, úgyhogy tovább előre, és a szeptembertől megint kezdődik előre. Magyar Kupa, nemzetközi verseny, és még sorolhatnám.